8 szituációt is kiválasztottunk, de egyik sem olyan igazi nagy zicser. Talán még Rajci fejese volt a legkomolyabb lehetőség. Igen, nagyon jól jön be a labda, ez nagyon veszélyes, és a kapust és a védőket bizonytalanná teszi az ilyen jó belőtt labda, hát megúszták. Aztán a 16. percben egy visszafejelt labda Kabáttól, és Vasiljevics lő. Igen, szépen Kabát Péter készítette, lövés gyenge volt, bár ebben a lehetőségben több volt. Hosszú csend után a 28. perc, sok eladott labda, ez jellemezte ezt a fél órát egyébként, és itt nagy labdát kap Tisza, Balajca kifutva hárít lőle. Igen, Tisza tűn megijedt, megtorpant, bár nem ajánlatos ilyenkor a vetődő kapussal összeütközni, súlyos sérülést lett, de Balajca szenzációsan jött ki, és nem szembe nyújtotta a lábát, hogy oldalt elkanalazta, még erre is figyelt. 32. perc, ez hasonló az Újpest első lehetőségéhez, nagy fejjel fölé. Hihetetlen tömörülés van, de tehát ember legyen a talpán, aki azt mondja, hogy innen ki lehet dolgozni egy helyzetet, itt ilyen helyzetek sik vannak. Szerintem az újpesti védőfej megcsúszott, és ezért tűnt aztán végig veszélytelennek. Luke is próbálkozott, bár a szokottnál kevesebb lehetősége volt, itt egy lövés. Mert felkészültek az újpestiek, látni lehet, hogy Luke-re már közelítenek, leblokkolják, vagy próbálják leblokkolni, tehát olyan tiszta lövő helyzetet nem tud kialakítani. 44. perc, egy újabb jó mélységi labda Fernándótól Tiszának, de nem tudja jól átvenni, és Fodor Marcell remekül lép közben. Igen, hát Fernándónak ez az egyetlen épkézláb megmozdulása volt, ez egy nagy zsuga volt, szoktuk így fogalmazni, hát Tisza nagyon bágyattan próbált ezt a helyzetet kihasználni. Az utolsó perc pedig az Újpesté, két lehetőségük is van, ez Kabát lövése. Ez egy nagyszerű lövés volt, itt lehet látni, hogy volt ideje rákészülni, szóval jól megpuszta, talán a kapufát is érte, de ha nem, akkor is milliméterek kellettek. Itt pedig Remili talán későn próbálkozik meg lövéssel, sőt, mégis nincs is lövése. Kabát szabadrugásánál valóban Rados véd nagyot. Közben a Tibi azért egy pár gondolatot mondjunk erről a szerencsefaktorról, hogy te hogy láttad ezt az Újpest oldalán, azért itt sok helyzetet nem dolgozott ki az Újpest a mérkőzés során, ami ilyen viccer volt, mint mondjuk a Diósgyőré. Természetesen innen a stúdióból, a kinyelmes székből könnyebb véleményt formálni, egy edző 1000 hőfokon él, és ugye sokkal közelebb is van, és jobban érzi azokat a pillanatokat, amelyre utalt, hogy szerencse vagy pekképenséggel. Összességében annyit mondom, egyetértek a mesterre, első félidőben az Újpestnek voltak több helyzetei, ami ugye nem kidolgozott helyzet volt, vagy helyzetek voltak, hanem inkább pontrugásból, de számomra érthetetlen módon a második félidőben teljesen leállt az Újpest. Olyan értelemben, hogy támadást nem tudott vezetni, vagy pedig a Diósgyőr ugye visszaszorította az Újpestet a saját térfelére, vagy a védekezőbe idő zónájában. Picit mozgalmasabb volt a Diósgyőr a második félidőben, és ennek eredménye ez lett. Láthatjuk, itt azért voltak bőven lehetőségei a hazaiaknak, hiszen ebből a szögletből is Balajca bravúrja kellett ahhoz, hogy hazaiak ne szerezzenek vezetést. Úgyhogy számomra a Újpest második félidő játéka az kicsi csalódás, mert nem volt benne a játékukban a volt. Ettől még Kabát szabadrugásra bemehetett volna, vagy egy lecsorgó labdát értékesíthettek volna, de nem éreztem bennük ma a második félidőben különösen. Nagy Tamás fejese okozott zavart, és itt is Balajcának van szerencséje, mert elmegy mellette a labda, és ők is nem sikerül. Hát igen, ott egy párharc volt, és volt a harmadik ebben a csatában, megúszták. És itt van ez a szemed gyönyörködtető gól, Tisza, Árze pedig nem első szándékból gondolkodik kapura lövésen, hanem visszagurítja Fernándónak. Tényleg itt Vági András nagy szerint tette, hogy a Tisza Tibinek majd ez a végigmegy, ez a támadás, és hát sakmat, tehát itt állva maradt az Újpest, mindenhol a lekéstek, tehát minden labdát birtokló Diósgyőr játékoshoz csak a később értek oda, és ez lett a vesztük. Fernándó tehát első gólját szerezte az OTP Bank Ligában, Kabát Péter pedig ismét betalálhatott volna, de ez a szabadrugás sem sikerül, illetve a szabadrugás sikerült, csak Rados védése is.